Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar, mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. Mostanában több ember is írt nekem üzenetet, és többen is megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem erről az egész akcentus témáról. Mindenkit főleg az érdekelt, hogy mennyire fontos megtanulni akcentus nélkül beszélni, mennyire lehetséges teljesen akcentus nélkül megtanulni magyarul, illetve cél-e akcentus nélkül beszélni. Szerintem nagyon érdekes és elgondolkodtató lesz ez a rész, úgyhogy kezdjük is. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcici. Szerintem a jó kiajtás fontos, de a jó kiajtás egyáltalán nem azt jelenti, hogy tökéletes anyanyelvi szintű kiajtás és majd azt hiszik a magyarok, hogy te is magyar vagy. A jó kiejtése az én definícióm szerint azt jelenti, hogy értik, amit mondok. Ennyi. Kész. Ez az én fejemben ennyire egyszerű. Ha annyira rossz a kiejtésem, hogy nem értik, amit mondok, akkor persze többet kell gyakorolni. Akkor az akcentusom már zavarja a kommunikációt. És, és, és nekem a kommunikáció a legfontosabb, az a prioritás. Viszont ez mindenkinek lehet más. Ha valaki például fordító, annak nem az lesz a legfontosabb. Én azért tanulok spanyolul és angolul, mert a családommal, a férjemmel, a férjem családjával szeretnék kommunikálni, beszélgetni. Érdekes, hogyha Google-n rákerestek, hogy fontos-e az akcentus, akkor szinte csak olyan cikkeket fogtok találni, hogy nem annyira ha van külföldi barátotok, akinek jó a kiejtése, de van egy kis akcentusa, szinte biztos vagyok benne, hogy aranyosnak találjátok, nem? Ettől függetlenül természetesen nagyon szép teljesítmény, ha valaki felnőtt korban meg tud tanulni szinte akcentus nélkül beszélni, és lehet nagyon érdekes és izgalmas a gyakorlás. Nekem minden nyelven, amin beszélek, abszolút van akcentusom de néha én is szeretem fókuszáltan gyakorolni a kiejtést, csak azért, mert, mert élvezem. Szerintem egyébként ez is teljesen egyénfüggő, hogy kinek mi segít. Nagyon próbáltam szakirodalmat, hiteles forrásokat keresni ehhez a témához, de az az igazság, hogy mindenki mást mond, nincs egy konkrét álláspont, szóval lehet választani egyet, amit el szeretnél hinni. Mondjuk ez kb. mindenre igaz. Van, aki azt mondja, hogy 7-10 éves kor után már nem lehetséges teljesen akcentus nélkül megtanulni egy nyelvet, mert a hangképzőszervek már nem annyira rugalmasak később. Aztán újabb kutatások szerint ez 18 éves kor, és van, aki szerint ez nem korhoz kötött. <laughs> Jó. Vannak emberek, akik nem is a célnyelvi országban élnek, és szinte semmi akcentusuk aztán van, akinek elég a sok input. Ha sokat hallja a nyelvet, az automatikusan segít neki a kiejtésben. De rengeteg embert ismerek, aki tíz éve külföldön lakik, vagy húsz éve, anyanyelviekkel beszél minden nap, mindent angolul néz, anyanyelviekkel dolgozik együtt, és mégis tíz év után is, húsz év után is nagyon erős akcentusa van. Szóval, szóval nem tudom én csak magamról tudok nyilatkozni, én tudom, hogy nekem az, hogy csak hallom a spanyolt és az angolt nem segít automatikusan. Néhány konkrét szónál kifejezésnél persze igen, de csak azért, mert hallom a nyelvet minden nap, még nem lesz automatikusan tökéletes a kiejtésem. Sok diákom keresett meg azzal annó, amikor még tartottam magánórákat, hogy segítsek gyakorolni a kiejtést. Én is kértem a spanyol tanáromat anno, ö, amikor jártam magánórákra, hogy gyakoroljuk a kiejtést, de én arra jutottam, hogy ezt így általánosságban nagyon nehéz csinálni. Kell valami konkrétum. Mi az, ami nem megy? Van olyan hang, amit mindig rosszul ejtesz ki, és nem értik, amit mondasz? Van olyan szó, amit próbálsz elkerülni, mert soha nem vagy biztos benne, hogy, hogy kell kiejteni? Én például utálok vizet rendelni, mert mindig visszakérdeznek háromszor, hogy jól mondtam-e, mert ezerszer mondtam a férjemnek, hogy segítsen, hogy figyelje meg, hogy valamit rosszul mondok -e, és segítsenek kiejtésbe, de azt mondja, hogy ő érti, szerinte jó, de amikor itt El Paso van, Texasban vizet kérek az étteremben, akkor tényleg mindig kétszer vagy háromszor visszakérdeznek, szóval nem tudom, ilyesmikre gondolok ilyen példákat gyűjteni az életedből, amikor, amikor többször is visszajön valami, ami nehéz volt, vagy nem működött miatt a kommunikáció. Vagy, vagy mit szeretnél gyakorolni? Nekem az segít a legtöbbet, amikor rossz a kiejtésem, rosszul ejtek egy szót, vagy rossz az intonációm, és félreérti a stílusomat a férjem például hogy egyszerűen megfigyelem, hogy mi nem volt jó, mi miatt nem működött a kommunikáció. Ha az egy konkrét szó, akkor utána azt az egy konkrét szót tudom gyakorolni. Ha te is voltál ilyen helyzetben, hogy nem működött jól a kommunikáció, akkor abszolút meg lehet kérdezni a beszélgető partneredet, hogy mit nem értett, miért nem értette, hogy tudnád jól mondani, és párszor megpróbálhatod jól elismételni, amit mondott, és, és visszajelzést kérni. Ha nagyon gyakran előfordul, hogy nem értik, amit mondasz, akkor van értelme foglalkozni a kiejtéssel, mert akkor az akcentusod akadályozza a kommunikációt. Mindent lehet gyakorolni. Ha néha rosszul mondasz egy-két szót, az nem azt jelenti, hogy csúnya az akcentusod és rossz a kiejtésed. Az azt jelenti, hogy most egy szót rosszul mondtál. Ennyi, ez semmi más nem jelent. És azt a szót is lehet gyakorolni. És utána majd jön még sok ilyen szó, mert csak így lehet fejlődni, máshogy nem. Na, ez az én véleményem röviden, és még két gondolatot szerettem volna megosztani a podcast másik felében. Az első Sipka János István kritikai jegyzeteiből van, aki lompkató nyelvekről jut eszembe című könyvéhez írt gondolatokat. Nagyon tetszett nekem ez a gondolat, amit írt, hogy az akcentus nem zavarja, nem rontja a kommunikációt, sőt, segíthet felhívni a partner figyelmét arra, hogy jobban figyeljen a tartalomra. Erről azonnal egy saját példa jutott eszembe. Én ugye főleg az apósommal beszélek spanyolul, és abszolút érzem azt, amikor beszélgetünk, hogy csak arra figyel, hogy mit akarok mondani, nem arra, hogy hogy mondom. Látom, hogy igyekszik megérteni. Pedig még nagyon alacsony szinten beszélek spanyolul, anyanyelviekhez képest, és elég sok nyelvtani hibával. De látom és érzem, hogy az a cél, amikor beszélgetünk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, érdeklődjünk, jobban megismerjük egymást. És ez annyira szép, szerintem. Volt sok-sok negatív tapasztalatom nekem is, amikor beszólt valaki a kiejtésemre vagy nagyon bunkó stílusban javított ki, és sokáig nagyon zavart, és nemrég annyira jót beszélgettem az aposommal, olyan jó érzés volt kapcsolódni, és hogy tényleg csak a kommunikáció volt a lényeg, hogy elgondolkoztam, hogy amúgy én miért akarom egyáltalán olyan emberek elismerését, akikkel nem is akarok spanyolul beszélgetni. Jó kérdés mi. Akik meg sem érdemlik, hogy többet tudjanak meg rólam. Úgy gondolom, hogy ez egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy miért érdekel engem, hogy milyen az akcentusom, ha tökéletesen tudok kommunikálni azokkal, akikkel szeretnék, és akik miatt tanulom a nyelvet. Hát ezen még gondolkozom. Na de itt van még Lombkatótól egy elgondolkodtató történet, amit meg akartam osztani. Amúgy imádom ezt a szót, elgondolkodtató. Az is jó, hogy elgondolkoztató, ugyanaz. Nincs különbség. Szóval egy régi interjúban egy híres magyar műfordítóról, Gáspár Endréről mesélt Lombkató. Azt mondta, hogy Gáspár Endre csodálatosan fordított, és beszélte is az összes nyelvet, amin fordított, de olyan rossz kiejtéssel beszélt, hogy nem lehetett tudni, hogy melyik nyelven beszélt épp. És erre Lombkató azt kérdezte a műsor házigazdájától, hogy akkor ha rossz volt a kiejtése, akkor minek hívjuk? Nyelvi antitalentumnak? Mert ha az a jó nyelvtanuló kritériuma, hogy olyan a kiejtése, mint egy anyanyelvinek, akkor ő antitalentum volt. Ha azt nézzük, hogy, hogy hogy fordított az eredeti alkotásokkal azonos művészi szinten, akkor viszont nyelvzseni volt. Úgyhogy szerintem tényleg az a lényeg, az a konklúzió, hogy mi a célod. És ha azt érzed, hogy neked nagyon fontos, hogy akcentus nélkül beszélj magyarul, akkor talán a legfontosabb kérdés az, hogy ez miért fontos neked. Ha ez aktuális és stresszes téma számodra jelenleg, akkor állítsd meg egy kicsit a podcastot, és csak gondolkozz el ezen a kérdésen. Miért fontos neked, hogy azt higgyék mások, hogy anyanyelvi vagy? Miért fontos, hogy akcentus nélkül beszélj magyarul? Mi, mi, mi a baj az akcentussal? Mi a baj az akcentusoddal? Ha pozitív dolgok jönnek fel benned, például ha élvezed a kiejtés gyakorlását, ha szeretnéd javítani a kommunikáció minőségét, ha kihívásnak tartod és szereted a kihívásokat, akkor az semmi baj nincs. Viszont, ha főleg negatív gondolatok jöttek fel benned, esetleg valaki beszólt, hogy rossz a kiejtésed, megszégyenítettek miatt, és a tökéletes kiejtésben látod a megoldást, akkor esetleg tovább gondolkoznék azon, hogy tényleg a kiejtésről, vagy akcentusról van-e itt szó, vagy valami másról, aminek semmi köze a nyelvtanuláshoz. Szerintem fontos ilyen gondolkozásmódbeli dolgokról is beszélgetni, nem csak a szókincset és nyelvtan tanulni megállás nélkül. Néha hasznos lehet kérdéseket feltenni magadnak, főleg ha elakadtál, vagy nagyon nehezen megy valami. Szeptemberben indul az első mentoring programom, amit nyáron teszteltem három emberrel 10 hétig, és a tesztelés alatt én is megtapasztaltam, hogy egy jó kérdésnek milyen óriási nagy ereje van, mennyire ö, előre tud lendíteni a tanulási folyamatban. Ha úgy érzed, hogy az elavult módszerek nem neked valók, és ö, tényleg szeretnéd végre tudni, hogy ö, hogy lehet megtanulni magyarul, akkor iratkozz fel az e-mail listára, a leírásban megtalálod a linket. A mentoring programra a jelentkezés augusztus 16-án indul pénteken Patreon tagoknak, és 17-én szombaton a többieknek hírlevélben küldök róla minden pontos információt. Na, ennyit a mentoring programról, és akkor lezárásként még egyszer elmondanám, hogy a jó kiejtés az azt jelenti, hogy értik, amit mondasz, és ne felejtsd el, hogy csak az tökéletes, aki nem csinál semmit. Na, én ennyit szerettem volna mondani. Írd meg a kommentekben, hogy szerinted számít-e az akcentus, neked fontos-e, mit gondolsz erről a témáról. Beszélgessünk a nyelvtanulásról, mert szerintem mindannyian, akik itt vagyunk, egyetértünk abban, hogy az a legizgalmasabb és legkirályabb téma a világon. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom a kommentjeiteket. Köszi, hogy itt voltatok. További szép napot!